We cannot do nothing with the time. Of course, the players go to the national teams and... A szünet ellenére nem volt sok mindenre időnk, hiszen sokan a válogatottakban szerepeltek. Akik itt maradtak, azokkal természetesen kielemeztük a haladás elleni vereséget és a hibáinkat, ez volt a második ilyen meccsünk, de holnap egy új meccs vár ránk, amelyre természetesen felkészültünk. Different game, different opponent, and we have analyzed our mistakes and series prepared for the next match. Nem tényben azért, te még a Kisvárdához hasonló kaliberű csapatban játszottál. Hogy készül egy ilyen idézőjeles kis csapat, mondjuk a Ferencváros otthonában mindig különleges pályára lépni? Tavaly te hogy készültél? Ilyenkor idegesebb az ember, hogy éppen az esélytelen nyilvánával jön ide. Hogy mi lesz? Nem. Azt gondolom, hogy idegesnek sajnos olyan ideges a Kisvárda. Tehát például igen, tavaly úgy készítünk ezekre a messre, hogy készíteni valunk ide nincsen. Ha sikerül megmutatni magunkat, mint egyéni játékos, vagy akár a csapatként elérni egy jó eredmény, persze azzal fel lehet magunkra hívni a figyelmet. Úgyhogy éppen ezért veszélyes a számunkra az ilyen mérkőzés. És most tényleg ezért nem szabad azzal foglalkozni, hogy ki odáll, mert tudjuk azt, hogy én voltam a másik oldalán is ennek a dolognak, hogy elmúlt a Fradi ellen mindenki extra motivációval játszik. Úgyhogy ezért kell nekünk is a hozzáállásban maximálisan tenni magunkat. A holnapi mérkőzés tipikusan olyan, ahol Ferencváros favorit. Annak idején játékosként nyilván rengeteg ilyen meccsen ért a pályára, mennyire szeretik ezeket, vagy éppen nem szeretik. Mint futballista mindenféle meccset szerettem. Elmondtam a játékosoknak is, hogy a holnapi is 0-0-ról indul, és a mostani ellenfél ellen kell készülnünk, és azokat a szituációkat analizálnunk, amik itt előfordulhatnak. Nyilván a támadásra és a védekezésre is nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Csak a játék számít, nem a statisztikák. Remélem, a játékosok is úgy fognak hozzáállni, hogy az ellenfélre koncentrálnak, és nem a statisztikákra. Two of your important players got injured at the Nations League. Are you angry because of this? Because this is the part of the football you can do. Yeah, of course, that's part of the football and. Természetesen ez is hozzátartozik a focihoz, éppen ezért van 25 játékosunk a keretben, akik közül mindenki készen áll arra, hogy pályára lépjen. Has any serious injuries or it's not so? No, unfortunately, Spirovski, yes. Sajnos Spirovski elég súlyos, bíztam benne, hogy még idén pályára léphet, de úgy tűnik, hogy súlyosabb annál. Iván Petrojak sérülése nem annyira súlyos, majd holnap meglátjuk, van még egy napunk a meccsig. That much, but we'll see for tomorrow, we have one more day. What about the others who didn't play longer, I mean Otigba or the other guys, they're step by step coming back? Igen, Otigba és Mutár is megkezdte már az edzéseket. Mutári tegnap edzett először az első kerettel, úgyhogy remélem, folytathatják is velünk a felkészülést, de természetesen erre a meccsre még nem állnak készen. I said today I expect the team will be motivated and again doesn't matter who we play, we're playing at home. I always say I don't know how many support. A játékosaimtól a motivációt várom el. Hazai pályán játszunk holnap, de teljesen mindegy, hogy hány szurkoló jön el, ha csak 100, akkor előttük is ugyanúgy kell teljesítenünk, mintha egy teltházas meccsen lennénk. Az elsődleges cél természetesen a bajnokság megnyerése, és elvárom, hogy motiváltak legyenek a játékosaim, szívvel, lélekkel játszanak. Mint mindig, most is a következő meccs a legfontosabb számunkra. This target, but we have to concentrate on each game. Tomorrow is the most important game.